Köszöntöm nézőinket! Eperjesi Tímea vagyok, önök a Tolnatáj Televízió Dombovári magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Nem ragadna fegyvert. Az Országos Magyar Vadászkamara aranyéremmel díjazta. Fordított hangverseny. Éves műsora a Dombovári Zeneiskolának. Testületi ülés. Több költségvetési tervezetet is elfogadtak. Labdarúgás. Megkezdődtek az első osztályú bajnokság küzdelmei a Dombovár FC számára. Klímanócskák. Környezetvédelmi előadás Dombováron. Bodó Imre József a vadászatért és a vadászokért végzett munkáját ismerték el a 30. fegyver horgász vadász kiállításon. Az Országos Magyar Vadászkamara kiemelkedő elismeréseként aranyérmet vehetett át. A 45 éve Dombováron élő 70 éves díjazott Göllében született, Keszthelyen érettségizett, és a Balatonparti városban 1976-ban szerzett főiskolai oklevelet, amit 7 évvel később egyetemi diplomával toldott meg. Az általa alapított Fekete István Múzeum 1995 óta fogadja látogatóit. Hát természetesen meglepődtem, mert hát ugye a vadászkamarának az aranyéméről van szó, holott megmagyarázták nekem, hogy ezt nem csak vadászok kapják, hanem akik a vadászatért tesznek, azoknak a személyeknek szokták ezt adni. Hát meglepődtem, ugye körülbelül 2 héttel a Fejhova vadászkiállítás megnyitása előtt szóltak nekem a kamarától, hogy mit szólok hozzá, elfogadom, és stb. Stb. Hát természetesen nagyon meglepődtem, és akkor mindjárt az volt az első gondolatom, ami most is, hogy ezt elsősorban Fekete Istvánért kaptam, és hát elsősorban őt illetni ez a díj, mert hát ugye nagy vadász volt, aztán vadászatról etikát írt, a vadászat etikája, 32 oldalas munka, amelyről jó magam ugyan tartottam előadást vadászoknak, vadásztanulóknak, Balaton Kinitibe, a Szolár András barátomnak a Fekete István oktatótermében. Aztán ugye meg szoktak hívni a dalmandi trófeamustrára, onnét szoktam tudósítani a Nimródnak, meg a Fekete István is többször írtam már a Nimród vadászújságnak. Tehát ilyen kapcsolatban állok én a vadászat, és soha nem voltam vadász, meg most már nem is leszek. És de azért tisztelem és szeretem a vadászokat, meg hát természetesen a vadételeket is. Kapcsolatban vagyok a vadászokkal, meg szoktak hívni vadászok, mikor Dombováron van a vadásznap, megyei vadásznap, vagy vármegyei vadásznap. Ugye most már 3-szor volt itt Dombováron, mióta én emlékszem, és mindig meg szoktak hívni a vadételeknek a zsűrizéséhez. A Fejhovának a központi, az Alpa Vilonyába zajlott, és hát ugye ott én nagyon meglepődtem azon is, hogy a értem akartam, Revicki Gábor színművész mellett ülhettem, mert ugye föl voltak címkézve a székek, és hát mi előbb odaértünk valamivel, és hát látom, Revicki Gábor mellett fogok ülni, és hát nagyon örültem neki, mert őt régóta tisztelem, és hát őnek is gratuláltam, ő vette át az első díjat, én ugye ezt a második aranyérmet, más nem is díjaztak most a Fejhován, és hát nagyon kellemes napot töltöttem el ott. Én nagyon örültem neki, minden díjnak örülök egyébként, a legkisebbtől a legnagyobbig, mert nekem újjáért ad a munka folytatásához, a további munka folytatásához, és hát ez egyrészt meglepett, másrészt meg jól esett, mert hát folytathatom a munkámat, ugyan 70 éves vagyok, 60 éve foglalkozom helytörténettel, és hát most már 45 éve élek Dombováron. A múzeumban Fekete István, Kittenberger Kálmán, Molnár Gábor és Széchenyi Zsigmond művei is megtalálhatóak. Jelenleg a Kulturális Egyesületük 2023-as 130 oldalas évkönyvét állítja össze sorrendben, ez a 26. kiadványuk, mondta el nekünk Bodó Imre. A rendhagyó hangverseny már több mint 10 éve nagy sikernek örvend. A Dombovári Zeneiskola éves rendezvényén jártunk. My hand, many years from now.
Dombóvári Evangélikus Iskola alapfokú művészeti iskola tagintézménye fordított hangversenyét tartotta. Az intézmény igazgatóját kérdeztük a több mint 10 éve életre keltett koncertről. Már nagyon-nagyon hosszú évekre visszanyúlóan. Egyedül a Covid idején volt egy kis szünet, de azóta is rendíthetetlenül tartjuk ezt a fordított hangversenyünket, ahol megcserélődnek a szerepek, a gyerekek veszik át a házigazdát, házigazda szerepét ők készítik a plakátokat, a díszítést, ők fotóznak, ők a konferálók, tehát igazából ők tényleg a házigazdái a rendezvénynek, és a kollégák, tehát a tanárok, akik egyébként megfordítva szokott lenni, ők úgymond a főszereplők, illetve nem főszereplők, mert a gyerekek is főszereplők, mert mindenki más szerepbe kerül, de mégis a kollégák is az aktív zenész életüket meg tudják mutatni, és nagyon a mai estén úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon színes és változatos produkciók voltak. A jelenlegi helyettesem Tóth Ada Eszter hívta életre ezt a koncertet, illetve ezt a projektet, és ez annyira kinőtte magát, és annyira megtetszett a mindenkinek, a közönségnek, a szülőknek, a gyerekeknek, hogy tovább vitték, és azóta is folyamatosan megy ez a műsor. Hella fuvolázni és gitározni tanul az iskolában, nagy vágya egyszer zongorázni és megtanulni. Megkérdeztük tőle, hogy a műsorban mi volt a feladata. Az volt a feladatunk, hogy még nem volt feldíszítve a terem, és díszíteni kellett, és át kellett ugye öltözni, és konferálni kellett. A 371 növendéket oktató iskola idén is teltházzal rendezte meg a már hagyománnyá vált előadását. A legutóbbi testületi ülésen több napi rendi pontban döntöttek. Elfogadták a sportegyesületekhez, illetve a civil szervezetekhez tartozó költségvetési tervezetet. Pályázatok beérkeztek határidőben is, ugye ennek mentén megnyílt annak a lehetősége, hogy meghozzuk a döntésünket. Nyilván a testület itt jelen esetben azt gondolom, hogy bölcsen mindig azt az utat követi, hogy a civil tanács és a sporttanács által javasolt összegeket jóvá hagyjuk. Nem mondom, hogy ellen a napi rendi pontnál nem volt egy kis vita, de azt gondolom, hogy az élet ilyen, hiszen a dolgainkról kell, hogy beszéljünk. Kiemelt civil szervezeteink is megtartották beszámolóikat, nyilván ez is nagyon fontos, hiszen azt gondolom, hogy 23 évben aktív civil élet zajlott, és remélem, hogy 24-ben is tovább fog folytani, és fog zajlani Dombaváron. Egy mobil emlőszűrő állomást fognak kihelyezni a településen, amely egy bevásárlóközpontnak a parkolójában fog majd 10 napon keresztül a dombavári hölgyek rendelkezésére állni. Én azt gondolom, hogy olyan hiánypótlására kerül újból sor, amiben 2022-ben már éltünk, tavaly nem volt időszerű. Ebben az évben remélem, hogy ez a 10 nap kellőképpen szolgálja az itt élő hölgyeknek az egészségének megőrzését, illetve mindenféleképpen a szűrővizsgálatra nagyon nagy szükség van. Kijelölték annak a játszótérnek a helyszínét, amelynek képítéséről a költségvetési tervezet elfogadásakor döntöttek. Ez a belvárosi iskola és a művelődési ház között itt központi téren kerül majd elhelyezésre. Szeretnénk egy viszonylag nagyobb játszóteret kialakítani, szeretnénk a kutyafuttatót átfordítani, és nyilván ez egy olyan találkozási pont lehetne, ahol a fiatalok, idősek, kutyabarátok, családosok, családnélküliek találkozhatnának, hiszen ott ez a tér erre lehetőséget biztosít. Mellette ott van a művelődési ház, amelynek a szociális blokja igénybe vehető, két darab kiváló vendéglátvány is működik ott a téren. Tehát azt gondolom, hogy akár azt is mondhatnánk, hogy egy találkozóteret szeretnénk építeni Dombavár belvárosába. A város vezetősége bízik abban, hogy az új közösségi tér népszerű lesz a lakosság körében. Megkezdődtek a Tolna vármegyei labdarúgó első osztály küzdelmei, melyben a Dombóvár FC csapata is szerepel. Az őszi első és másodosztályú kvalifikációs pontvadászatot a Dombóvár FC labdarúgó gárdája a harmadik helyen zárta, így tavasszal az első vonalban folytatják a küzdelmeket. Nekünk az elsődleges és a legfontosabb természetesen az volt, hogy az első 8-ba kerüljünk, bár tudtuk azt, hogy a 8-on belül is a dobogó az egy minimális elvárás volt, amit igazából teljesítettünk, úgyhogy én elégedett voltam az őszi teljesítménnyel. Az együttes az első osztály első fordulójában fölényes 8-1-es sikert aratott az Asepax csapata ellen. Igazából az első mérkőzés, ezt mindig ilyenkor az ember ugye a felkészülés után várja, és nem tudja, hogy éppen most hol tartunk, vagy mit képviselünk, de nyugodtan mondhatom, és természetesen nem megbánta az ellenfelünket, hogy minőségbeli különbség volt a két csapat között.
és ez a mérkőzés a gólokban is megmutatkozott. Hát a legfontosabb feladatunk az az volt, hogy bővítsük a keretet, mert az ősz folyamán a létszámunk az nem volt megfelelő, és én úgy gondolom, hogy ez a téli szünetben sikerült is, annak ellenére is, hogy ugye a téli időszakban azért ahhoz, hogy igazolni tudjunk, ahhoz kellenek az átadó egyesületeknek a hozzájárulásai, tehát volt több ilyen alkalom, ahol elakadtunk ez miatt, de én úgy gondolom, hogy létszámban is, és nem csak létszámban, hanem minőségben is sikerült erősödnünk. A csapat a kapusposztot, a védelmet, a középpályát és a csatársort is megerősítette. A konkrét célt azt úgy tűztük ki magunknak, hogy minél jobb szereplés, de ez nem azt jelenti, hogy ha mi nem nyerjük meg esetlegesen a bajnokságot, akkor olyan problémák lesznek, hogy éppen akkor nem tudom, földindulás lesz, és akkor itt mindenki mehet mindenfele. Viszont természetes, hogy mivel sportemberenként mind a maximumot szeretnénk kihozni ebből a fél szezonból. Igazából én nekem a legfontosabb az az, hogy a védekezésünk stabil legyen. A védekezésünk rendben van, akkor rendben lesz, akkor vannak olyan játékosaink, olyan támadóink, akik az adott mérkőzést el tudják dönteni. Ha esetlegesen ebbe belehibázunk, akkor is megvan ugyanez, csak akkor ugye mindig ez kicsit nehezebbé válik a számunkra. A dombóváriak a második fordulóban 4-1 arányú vereséget szenvedtek a bajnok esélyes Bonyháttól. A pontvadászat összesen 14 fordulóból áll, és május végéig tart. Klímanócskák annak a programsorozatnak a címe, amelyet országosan megrendeznek a települések óvodái számára. Dombóváron az előadást a Németházban tartották meg. Pinter Szilárd, a várospolgármestere elmondta, a szakmai rendezvényre számos óvodából érkeztek pedagógusok és intézményvezetők. Fontosnak tartja, hogy az óvonők tudatosságra tanítsák a gyerekeket. Ez egy háromnapos program, ahol minden olyan aktuális kérdésre próbálnak választ keresni, illetve próbálnak olyan anyagot elsajátítani, amit tovább tudnak vinni az óvodai csoportjukba. Számomra nagyon fontos a klíma kérdése, de igazán elmondtam itt a megnyitó beszédemben is, hogy picit túl az 50-en már másképp éljük meg ezt a dolgot, és ugye rácsodálkozunk, hogy ezt mondták már 20 éve is, és ez velünk megtörténhet. Tehát igen, megtörtént, hogy februárban 20 fok van, februárban virágoznak a gyümölcsfák. Nyilván azt is tudom, hogy régen szigeteltük a házat, hogy ne fázunk, most azt is szigeteljük, hogy ne legyen melegünk, tehát hogy tetten érhető, és megérint szerintem már minden embert. Kértem az óvonőket, hogy azt a tudást, amit lesz szerencsék ma itt elsajátítani, az a kellőképpen fertőzzék meg a nebulókat, hiszen a jövőnk azon múlik, és remélem ebben a jövőben még néhány évtized előttem is áll, és én bizakodom benne, hogy unokáim, dédunokáim 100 év múlva is ezen a bolygón életnek, amit mi földnek imunk és nagyon szeretünk. A program egy óvodapedagógiai módszertan, amelynek bázis intézménye Hódmezővásárhelyen található. Céljuk, hogy minden vármegyében legyen egy tagintézmény, idén Dombóvárt választották. 3 évvel ezelőtt kaptuk meg az energia- és klímapolitikai államtitkárságtól azt a lehetőséget, hogy minden magyarországi megyében legyen egy tagóvoda. Ebben az évben, 23-ban és 24-ben 12 megyét érint, és most így juthattunk el Dombóvárra. Tolna megyének a klímastratégiáját 2017-ben a Dipol Humánpolitikai Intézet készítette, akkor ismerkedtünk meg az itteni vezetőkkel, és kiderült, hogy mind az országgyűlési képviselő, mind pedig Dombóvár polgármestere támogatja, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az ilyen típusú szemléletformálást akár gyerekeknek, akár felnőtteknek megtartsuk, és így Dombóvár lett a tagóvodának a helyszíne ebben a megyében. Én azt gondolom, hogy ez most már lassan a hétköznapunknak a részévé vált, és sajnos, hogy ezt kell mondanom, hiszen február utolsó napja volt a legmelegebb, amit idáig mértek, és hát ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Tudományosan ez két oldalról lehet megközelíteni, vagy adaptáció, vagy mitigáció. Adaptáció alapot azt értem, hogyan tudunk ehhez alkalmazkodni, mitigáció pedig mi az, amit hozzá tudunk tenni ennek a megelőzéséhez, vagy a csökkentéséhez a káros anyagoknak. És akkor itt kell tudni, talán ez egy nagyon fontos része, hogy ennek a programnak pedig pont az a célja, hogy az óvonőket megismertetjük újabb és újabb módszerekkel, ők ezt továbbadják a gyermekeknek, és a legeslegfontosabb, hogy a gyermekek mindezt a család irányába fogják továbbvinni, és mi hisszük azt, hogy a gyermekek által lehet a családok szemléletét változtatni.
Dombóváron a Szivárvány óvoda és bölcsőde is csatlakozott a projekthez. A fenntarthatóság jegyében vagy érdekében eddig is nagyon sokat tettek az intézményeink. Minden intézmény a maga hitvallása szerint, illetve a lehetőségei szerint. Itt a tagintézmények közül van már olyan óvodánk, aki zöld bázis óvoda, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ők már nagyon sok mindent tettek az ügy érdekében, és ők azok, akik segíthetik azokat az óvikat, akik még ebben így gyerekcipőben járnak. Van olyan tagintézményünk, aki zöld óvoda, ő is természetesen ebben a témakörben nagyon sok mindent tett, és van olyan tagintézményünk, aki majd most szeretne csatlakozni ehhez a munkához tulajdonképpen, őket is tudjuk segíteni. Nagyon fontos, azt gondolom, hogy minden tagintézmény a saját maga erőforrásainak megfelelően tudjon is hitvallása szerint tudjon nevelni gyerekeket. Itt fontosnak tartom azt, hogy ez valós legyen, tehát a gyerekek a hétköznapjaikban, mindennapjaikban beépüljön itt például a természetvédelem, a környezetvédelem, a vízgazdálkodás, a közlekedés és az egészség, és a foglalkozásokon, a mindennapokon keresztül ismerjék ezt meg. Úgy gondolom, hogy a Klímanocskák program az segít abban, hogy egy kicsit még tágabb körbe gondolkodjunk, és hogy még több ismeretet szerezzünk ez ügyben, és így tudjuk segíteni a gyerekeket. Tudom, hogy itt egy globális dologról van szó, de fontos, hogy itt Dombóváron élő gyerekek, akik tulajdonképpen itt élnek, ide születtek, és itt fognak valószínűleg felnövekedni, minél előbb megismerjék a saját környezetüket, azoknak az értékeit, amik itt vannak körülöttünk is, egy nagyon szép településen élünk, én azt gondolom, és hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy ők majd mit tudnak tenni a jövőbeli tudatos gondolkodás szempontjából. A Zöld Bázis Intézmény és a Zöld Óvodáknak a programjában ez már egyértelműen bent van, mint szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelem, állatvilág, növényvédelem, vízvilág, és a gyerekek a napi szintű programokon keresztül, foglalkozásokon keresztül megismerik ezeket, és én azt gondolom, hogy a gyerekeken keresztül tudjuk a felnőtteket, a szülőket is megszólítani ez ügyben, és úgy gondolom, hogy így tudjuk továbbvinni ezt a gondolkodásmódot. Az óvodában olyan témakörök vannak szinte heti lebontásban, amik minden nap segítik ezt a gondolkodást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tolnatáj Televízió dombovári magazinját látták. Viszontlátásra!